Hadódi hallgatóra, hallgatóra, Mózes első könyve, 9. fejezet, Vájésebb heti szakasz. Felolvassa Spitzer Gyöngyi, Soma Mama És Jákób lakott atya tartózkodásának országában, Kánaán földjén, ezek Jákob nemzetségei. József 17 éves korában legeltette testvérével a juhokat, pojtár volt, és Bilha és Zilpa atya feleségének fiai mellett, és József rossz híreket hozott felőlük atyukhoz. Izrael jobban szerette Józsefet, mint többi fiait, mert öregségének gyermeke volt, és csináltatott neki egy tarka köntöst. Mikor testvérei látták, hogy Atjuk őt jobban szereti, mint többi testvéreit, meggyűlölték, és nem tudtak vele barátságosan beszélni. És József álmot álmodott, és elmondta testvéreinek, ekkor még inkább gyűlölték. És szólt hozzájuk: Hajátok csak azt az álmot, amelyet álmodtam. Mi Kévéket kötöttünk a mezőn, és íme fölkelt az én Kévém, és meg is állt, a ti Kévétek pedig körülvették, és leborultak az én kévém előtt. Erre azt mondták neki testvérei. Igazán, király akarsz lenni felettünk, vagy uralkodni akarsz rajtunk? Ekkor még inkább gyűlölték álmaiért és beszédeiért. Ezután még egy másik álmot álmodott, és elbeszélte azt is testvéreinek, és így szólt. Íme, még egy álmot álmodtam. A nap, a hold és tizenegy csillag leborul előttem. És elbeszélte ezt anyjának és testvéreinek, de atya megdorgálta azt mondván neki. Micsoda álom ez, amelyet álmodtál? Vajon elmenjünk-e én, anyád és testvéreid, hogy földre boruljunk előtted? És testvérei irigykedtek rá, de atya emlékezetében tartotta a dolgot. Ezután elmentek testvérei, hogy legeltessék atyuk juhait sekemben és szólt Izrael Józsefhez. Nem de testvéreit seken menlegeltetnek? Gyer, hadd küldjelek el hozzájuk. És ő mondta, itt vagyok. Menj csak, nézd meg, jól vannak-e testvéreid, és jól vannak-e a juhok, és hozd nekem hírt. És elküldte ott Hebrum völgyéből, és ő elérkezett sekembe. Ott találta őt egy ember, amint a mezőn tévejgett, és kérdezte az ember mondván, mit keressz? És ő mondta, testvéreimet keresem, mondd meg kérlek, hol legeltetnek? És szólt az ember, elmentek innen, mert hallottam, hogy mondták, menjünk Dótámba. És József felment testvérei után, és megtalálta őket Dótámban. Mikor meglátták távolról, még mielőtt közelükbe ért, összeesküdtek ellene, hogy megölik, és szóltak egymáshoz. Ímé, ott jön ez az álmodozó. Most pedig jertek, öljük meg, és dobjuk be valamelyik gödörbe, és azután azt mondjuk, hogy egy vadállat ette meg. Majd meglátjuk, mi lesz az álmaiból. És Rubén hallotta ezt, kiszabadította őt kezükből szólván, ne vegyük el az életét. És azt mondta nekik Rubén, ne oncsatok vért, dobjátok be ebbe a gödörbe a pusztában, de kezet ne emeljetek ellene, hogy megmentse őt kezükből, és visszavigye atyához. És történt, hogy midőn József testvéreihez érkezett, lehúzták Józsefről köntösét, a tarka köntöst, amely rajta volt. Fogták őt és bedobták a gödörbe, a gödör üres volt, nem volt benne víz. Ezután leültek enni, és amikor fölemelték szemüket, látták, hogy Izmaélét a karaványon gildeából, tevéik fűszert, balzsamot és ladánomot visznek, és mennek, hogy Egyiptomba szállítsák. És szólt Jehuda testvéreihez, mi haszna, ha megöljük, megöljük testvérünket és eltitkoljuk vérét? Jertek, adjuk el az izmaelitáknak, de kezünk ne érje, mert testvérünk, saját húsunk ő. És testvérei halkadtak rá, és arra haladtak mind emberek, kereskedők, Kihúzták és felhozták Józsefet a gödörből, és eladták Józsefet az izmaelitáknak húsz ezüstért, ezek pedig elvitték Józsefet Egyiptomba. És Rubén visszatért a gödörhöz, és íme József nem volt a gödörben, és ő megszaggatta ruháit. És visszatért testvéreihez, és szólt. A gyermek nincs meg, és én most hova legyek? Ezután vették József köntösét, levágtak egy kecskebakot, és bemártották a köntöst a vérbe és elküldték a tarka köntöst, és elvitték atyukhoz, és szóltak. Ezt találtuk, ismerd meg, vajon fiat köntöse -e vagy sem. És ő megismerte, és szólt. Fiam köntöse ez, vadállat falta fel, bizonyosan széttépte Józsefet. És Jákob megszaggatta ruháit, zsákot tett derekára, és gyászolta fiát hosszú ideig. És fölkeltek mind a fiai és mind a leányai, hogy megvigasztalják, de nem akart megvigasztalódni, hanem szólt. Bizony gyászolva szállok le fiamhoz a sírba, és síratta őt atya. A mindjaniták pedig eladták őt Egyiptomba Potifárnak, a fáraó udvari tisztjének, a testőrök kapitányának. 38. fejezet És történt abban az időben, hogy Jehuda elment testvéreitől, és betért egy adullami férfiúhoz, neve Híra. És meglátta ott Jehuda egy sua nevű kánáni férfiúnak a leányát, elvette és bement hozzá. És viselőt, viselős lett, és szült egy fiút, és elnevezte Érnek. És ismét viselős lett, és szült egy fiút, és elnevezte Ónánnak. És ismét szült egy fiút, és elnevezte Sélának kezibben volt, midőn szülte őt. És Jehuda feleséget vett érnek, az első szülöttjének neve volt Támár. De ér, Jehuda elsőszülöttje szülöttje rossz volt Isten szemében, és megölte őt az örökkévaló. Erre Jehuda szólt Ónánnak, menj be testvéred feleségéhez, és teljesítsd az elhalt fér testvérének a kötelességét, és támasz magzatot testvérednek. És tudta ónán, hogy nem az övé lesz a magzat, és történt, hogy midőn bement testvére feleségéhez, és földre ontotta, hogy ne adjon magzatot testvérének. Az, amit tett, rossz volt az örökkévaló szemében, és megölte őt is. Ekkor mondta Jehuda támárnak a mennyének. Maradj özvegyen atyád házában, míg megnősél a fiam. Mert azt gondolta, hát ha meghal ő is, mint testvérei. És elment támár, és atyaházában lakott. Sok idő múlt el, és meghalt a leánya, Jehuda felesége, és megvigasztalódott Jehuda, és fölment Juhainak nyíróihoz, ő és Híra, az ő adullámi barátja, Timnába. És tudtára adta ezt Támárnak, mondván, Íme, Ipad fölmegy Timnába a juhait nyírni. Ekkor levetette magáról özvegyi ruháit, elfütte magát fátyollal, és beburkulózott, és leült én bejáratán, mely a Timnába vezető úton van, mert látta, hogy Séla már felnőtt, és őt nem adták hozzá feleségül. Midőn Jehuda meglátta őt, parázdának vélte, mert elfütte arcát. És letért hozzá az útra, és szólt hozzá. Kérlek, hadd menjek be hozzád. Mert nem tudta, hogy ez a menye. És így szólt. Mit adsz nekem, ha bejössz hozzám? És ő szólt. Majd küldök neked egy kecskegödőjét a nyájból. Ő mondta. Adsz nekem zálogot, amíg elküldöd? És ő szólt. Mi legyen a zálog, amit adjak? Felelt. Pecséted, zsinórod és a botod, amely kezedben van. És ő odaadta neki, bement hozzá és viselős lett tőle. Ezután fölkelt, elment, Levetette fátyolát, és fölöltötte özvegyi ruháit. Jehuda elküldte a kecskegödőjét az ő adullámi barátja által, hogy átvegye az zálogot az asszony kezéből, de nem találta őt. És megkérdezte a helyiség embereit, mondván, hol van a parázna nő, aki énáimban az út mellett volt. Azt mondták, nem volt erre parázna nő. És ő visszatért Jehudához, mondván, nem találtam meg, és a helyiség emberei is mondták, nem volt arra parázna nő. Erre Jehuda azt mondta, tartsa meg hát magának, nehogy csuffá legyünk. Íme, én elküldtem a -e gödőjét, de te nem találtad meg őt. És történt, mint egy három hónap múlva, hogy elmondták Jehudának, mondván paráználkodott támára menyed, és ímé e viselős is lett a paráznaságból. Erre Jehuda szólt. Vezessétek ki, hogy elégessék. Mikor kivezették, elküldött ipjához, mondván, attól a férfiútól, akié ezek vagyok én viselős. Szólt továbbá, ismerd meg kérlek, kié ez a pecsét, zsinór és a bot. Jehuda fölismerte és azt mondta, igazságosabb ő nálamnál, mivel hogy nem adtam őt séla fiamnak. És többé nem ismerte őt meg. És történt, hogy szülésekor ímé e ikrek voltak a méhében. És történt, hogy midőn szült, az egyik kinyújtotta a kezét, és a bába vett piros fonalat, és rákötötte a kezére mondván, ezért jött először. És történt, hogy midőn visszahúzta a kezét, íme kijött a testvére, és ő szólt. Miért törtél magadnak rést? Ezért nevezték őt Perecnek. Ezután kijött testvére, akinek kezén volt a piros fonál, és elnevezték Zehárnak. 39. fejezet Józsefet elvitték Egyiptomba, és megvette őt az izmaelitáktól, akik oda vitték, Potifár, a fáraó udvari tisztje, a testőrök kapitánya, egy egyiptomi férfiú. És az örökkévaló József fel volt, és ő szerencsés ember lett. Urának, az egyiptominak házában lakott. És ura látta, hogy az örökkévaló vele van, és hogy az örökkivaló mindent, amit cselekszik, sikeressé tesz az ő kezében. És József kegyességet talált az ő szemében, vele szolgáltatta ki magát, háza fölé rendelte, és mindenét kezére bízta. És történt, hogy amióta háza és minden vagyon a felügyelőjévé rendelte, megáldotta az örökkivaló József kedvéért az egyiptomi házát, az örökkivaló áldása volt mindenen, ami az övé volt a házában és a mezőn és ő minden mindenét József kezére bízta, nem gondolt mellette semmivel, csak is a kenyérrel, amit evett. És József szép termető és szép arcú volt. És történt ezen dolgok után, hogy urának felesége szemet vetett Józsefre, és mondta, háj velem. De ő visszautasította, és azt mondta ura feleségének, Íme, az én uram nem gondol mellettem semmivel a házban, és amilyen van, mindent a kezembe adott. Ő nem nagyobb ebben a házban nálamnál, és nem vont meg tőlem semmit, csak is téged, mert te a felesége vagy. Hogy tenném tehát a, e nagy gonoszságot, és védkeznék Isten ellen? És történt, hogy midőn Józsefhez nap-nap után beszélt, ő mégsem hallgatott rá, hogy háljon nála, hogy vele legyen. És történt egy napon, hogy bement a házba, hogy elvégezze munkáját, és nem volt senki a házemberei közül ott a házban. És a nő megragadta őt köntösénél fogva mondván, háj velem. De ő ott hagyta köntösét annak kezében, elmenekült és kiment az utcára. És történt, hogy midőn látta, hogy ott hagyta kezében a ruháját, és elmenekült az utcára, hívta a házának embereit, és szólt hozzájuk, mondván, nézzétek, egy héber embert hozott hozzánk, hogy csúfot üzzön belő, velünk, bejött hozzám, hogy velem háljon, és én hangosan kiáltottam. És történt, hogy midőn hallotta, hogy fölemelem a hangomat, és kiáltok, ott hagyta ruháját nálam, elmenekült, és kiment az utcára. És magánál tartotta ruháját, míg ura hazajött és szólt hozzá ezekkel a szavakkal mondván, bejött hozzám a héber szolga, akit te hoztál hozzánk, hogy csufot üzzön velem, és történt, hogy midőn felemeltem hangomat és kiáltottam, itt hagyta ruháját nálam, és elmenekült az utcára. És történt, hogy amint ura meghallotta a felesége szavait, amiket szólt hozzá mondván, ilyen dolgokat tett velem a te szolgád, haragra lobbant. És József ura vette őt, és börtönbe vetette, arra a helyre, ahol a király királyfogjai fogva voltak, és ő ott volt a börtönben. De az örökkévaló Józseffel volt, kegyes volt hozzá, és kegyeséget adott számára a börtönőre szemében. És a börtönőre József kezébe adta mind a foglyokat, kik a börtönben voltak, és minden, ami ott történt, ő által történt. A börtönőre nem nézett semminek utána, ami az ő kezére volt bízva, mert az örökkévaló vele volt, s amit cselekedett, az örökkévaló sikeressé Történt ezen dolgok után, hogy az egyiptomi király pohárnoka és sütője védkeztek uruk az egyiptomi király ellen. És a fáraó megharagodott két udvar tisztjére, a fő pohárnokra és a fő sütőre. és őrizetbe adta őket a testőrök kapitányának házába, a börtönbe, oda, ahol József fogva volt. A testőrök kapitánya Józsefet melléjük rendelte, és ő kiszolgálta őket, és ezek egy ideig őrizetben voltak. És álmodtak mindketten álmot, mindegyik a maga álmát ugyanazon éjjel, mindegyik álmának jelentése szerint. Egyiptom királyának pohárnoka és sütője, akik fogva voltak a börtönben. És József belépett hozzájuk reggel, és látta őket, hogy kedvetlenek. És megkérdezte a fáraó Udvari tisztjeit, kik vele voltak ura házában őrizetében. Miért vagytok olyan szomorúak ma? Ők mondták neki. Álmot álmodtunk, és nincs, aki megfejtse. És József szólt hozzájuk, nem Istennél van a megfejtés? Beszéljétek el nekem. És a főpohárnok elbeszélte álmát Józsefnek, és azt mondta neki, álmomban egy szőlőtő volt előttem, és a szőlőtőn három venyige, és amíg bimbózott, kihajtott a virága, és fürtjei bogyókat érleltek. És a fáraó serlege kezemben volt, és fogtam a bogyókat, és kipréseltem őket a fáraó serlegébe, és a serleget a fáraó kezébe adtam. És József szólt hozzá. Ez a megfejtése. A három venyige, három nap. Három nap múlva számon veszi a fáraó fejedet, és visszahelyez állásodba, és odaadod majd a fáraó serlegét kezébe szokás szerint, mint amikor a pohárnak a voltál hanem azután emlékezz meg rólam, ha jó sorod lesz, és gyakorolj irántam szeretetet, említs meg engem a fáraónál, és vezess a házból. Mert elloptak engem a héberek országából, és itt sem követtem el semmit, hogy börtönbe vessenek. És midőn a fősütő látta, hogy jó megfejtést adott, szólt Józsefhez. Nekem is volt álmom. Három kosár fehér kenyér volt a fejemen. A felső kosárban mindenféle éter sütőműve volt a fáraó számára, és a madarak ették a kosárból a fejemen. József felelt, és így szólt. Ez a megfejtése. A három kosár három nap. Három nap múlva a fáraó fejedet számon veszi, és felakasztat egy fára, s a madarak eszik le rólad a húsod. És történt a harmadik napon, a fáraó születése napján, hogy lakomát szerzett összes szolgáinak, Ekkor számon vette a főpohárnak fejét, és a fősütő fejét szolgáik között. A főpohárnokot visszahelyezte főpohárnokságába, és ő a fáraó kezébe adta a serleget, a fősütőt pedig felakasztatta, amint azt nekik József megfejtette. De a főpohárnok nem emlékezett meg Józsefről, és elfelejtette őt.